Puska Foci, a VB szabadszájú kibeszélő műsora. A stúdióban Vogyerák Anikó. Köszöntöm Önöket, köszöntelek titeket itt az élő streamben és a Meccs 4 műsorában is. Hát bizony sok minden történt az elmúlt napokban, kiestek a németek, a japánok egyenesen dohai csodát emlegetnek, az ausztrálok pedig kitalálták azt, hogy mi lenne, hogyha esetleg nemzeti ünnep lenne a győzelmük napja. Na ezekről is fogunk mind-mind beszélgetni mai vendégeimmel, Jenesei Leilával, aki világbajnok öttusázó és a Meccs 4 műsorvezetője. Köszönöm szépen, hogy megint itt lehetek. Monoki Lehellel, aki szintén a Meccs 4 műsorvezetője. Jó estét! És Sövők Vilmossal, a szinte állandó vendégünkkel, a magyar válogatott labdarúgóval. Azt hittem, te is műsorvezető vagy. Még lehet. Az is. Simán előfordulhat. Ne feledjétek, hogy ma is lesz kvízjáték, 8 kérdésre kell majd jól, és minél gyorsabban válaszolni, és ezúttal is KFC utalványokat kaphattok. A leggyorsabb, legügyesebb akár 15.000 forintos vouchert is kaphat majd, úgyhogy eljön a pont majd az adásban. No, hát van egy bizarr fotó, ami körbejárta az internetet az elmúlt napokban, nem tudom, hogy ti mire gondolsz? Van egy pár bizarr fotó az interneten, bizarr fotó, mi rólad is? Nem hát meg rólad is egyébként, mert nem tudom a körül. De várjál, már úgy mondtad, hogy rólad is, és akkor rólad van! Szóval most nem ezeket fogjuk megmutatni, hanem mutatunk akkor egy fotót. Lehet, hogy rögtön ezzel kellett volna kezdenem, igen. Tehát mutatunk egy fotót, amely hát kicsit bizarr vagy furcsa sokak számára. Egyébként lehet, hogy nektek evidens. Úgy, de bizarr. Hát ennél bizarrabb. Lehelnek az a fotója bizarrabb. Igen, ez be van csomagolva 4 labda. Nem, fotóját is valahol. Szóval töltik a labdákat. Aha. Hogy így töltik fel a labdákat? Nem tudjátok, hogy miről van szó? Nem, hát én ezt nem látom, ezt a képet, hanem probléma vagy probléma, hogy nem láttam. Hát... Te más milyen bizarr fotókat Én más bizarr fotókat nézek, nézválmasabb dolgokat, de mindegy. Ilyen jó, gömbölyded idomok. Igen, csak nem 4, csak 2. 2 labda, 2x2. Hú, ez így nagyon hosszú lesz, fiúk, ez az egy óra. Hogy töltik a foci labdákat. Igen. Igen, hogy azért kell tölteni. Igen, jól feltöltik, igen. Azért kell feltölteni, Vili, hogy a labdának a helyzetét másodpercenként a 600 alkalommal. Nem azért, mert nem fogják meg a focisták a labdát. Hát ugye, ez kapus, nem szabad kapus. Nem össze-vissza, de hogy pontosan tudják, statisztikákban ez fontos adatokat szolgáltat, hogy hol a labda. No, ezt a labdát az Adidas gyártja. Van egy külön neve egyébként a katari világbajnokság labdájának is, ugye, Al-Rila, ami arabul egyébként azt jelenti, hogy utazás. Ki tudja, miért ezt a nevet? Hát utazgat a pályán, jobbra-balra a labda, ugye, valószínűleg ezért. Meg hát úgy bizarkodik, jobbra-balra. Huncutkodik. És ugye hát elmúlt az az idő, amikor mondjuk már pumpálgatnak labdákat, hanem ezt mondjuk, hogyha kiesik, vagy kirúgják a pályáról, vagy kiesik véletlenül magától, és beadnak egy másik labdát, akkor automatikusan a jelzőrendszer, ahova egyébként, mert ugye azért kell tölteni, mert van rajta egy ilyen nagyon pici jeladó, ami mindent tud róla. Ezt nem lehet ellopni a nézőtérről, nem, hogyha kimegy a labda. Automatikusan bárja a rendszer, és akkor rögtön tud tovább menni a játék, minden adattal, óriási, hát stb. Hát mi még pumpáltam. Gondoltad, hogy ezt megérjük. Pumpáltál valaha labdát? Hát hogy lepott? Hát amikor én futballoztam, még én is. Pumpáltam. A 90-es években még pumpálni kellett, hogy ne labdát. Hát mi azzal a régi labdával játszottuk, amelyik, hogyha megszívta magát vízzel, és mondjuk itt találtad el a lábaddal. Fel is törött a bokád. Olyan piros volt utána a lábad foci, vagy egy havas pálya után, tudod, nem? Persze. Hát sokat fejlődött a technika. Bennem, meg hát ti sem vagytok fiatalok. Hogy ilyenkor egyébként már mindent mérnek, és mindent tudnak. Igen. Olyan jó veletek összegedni. Miért vagy ilyen bunkó? Hát egy hölgy. Én vegyek. Jó, hogy lehet hát megkaptam már megint itt balra. Amikor mindent mérnek, akkor például mondjuk egy bírónak a szerepe, az nem változik meg. Tehát, hogy ha mond valamit egy bíró, akkor eddig én azt hittem, és akkor majd elmondjátok, az egy centírás volt. Viszont most simán előfordulhat, hogy mást mérnek. Hát nem is a bíró, most már a part, hogy ilyek a part jelzőt? Asszisztens. Egy sokadrangú tényező lett szerintem ma már a bíró, mert gyakorlatilag semmilyen jelentősége nincs a pályán, én nagyon sokszor ezt tapasztalom. Semmilyen jelentősége nincsen. Most jó, azért még kihívják, azért dönt, aki hívják, ugye értem. A VAR dönt, de tényleg sokkal kisebb a jelentősége, és az oldalvonali, tehát a partjeznek, aki az oldalvonalnál, ugye, őnek itt tényleg semmi, mert
fölemeli, aztán ugye utána meg úgyis megnézik. Nem, és hagyja végigmenni eleve a támadást. Vagy hogy nem emeli fel, bocsánat. Kimennek és aztán a divatból mindegy. Nem, nem is szükség. A rendet azért a nem a bíró az, aki fent tudja, vagy egyfajta tekintély. Túlzott azért a lehelle. Hogy egy gép azért ezt nem tudná levezetni egy labdarúgó mérkőzést. Szerintem a tekintélye is jócskán csökkent a játékvezetőknek. Tehát régen, én mai napig tudom a 90-es, 2000-es évek bíróinak a nevét fejből, mert annyira jelentékeny emberek voltak ott a pályán. Ma meg gyakorlatilag csereszabatosak kis túlzással. Jó, hát ennek biztos köze van ahhoz, hogy a VAR átvette ezt a szerepet. De ennek ahhoz is van köze, hogy lényegesen több mérkőzés van. És ezáltal sokkal több a játékvezető is. És nem ugyanaz a nem tudom hány játékvezető, és ezáltal nem találkozol mindig ugyanazzal a játékvezetővel. Igen. Igen, és egy kicsit ők maguk is úgy eltolják maguktól a felelősséget azáltal, hogy tudják, hogy van videóbíró, van VAR, és ezáltal ők se nagyon vállalják be azokat a döntéseket, amiktől egy bíró szerintem ki tud emelkedni. Igen. Pont ez a része az, ami számomra érdekes, hogy mennyire lehet akkor a szerepét megtartani valakinek, a szavát, hogyha ő mond valamit, hogy ez így van. És három perc múlva adtak és más. Nem úgy van. Abszolút. Tehát igen. Hát igen, még mondjuk a fegyelmezésben lehet, hogy mondjuk például most az urugvájak, amit műveltek meg, én ez borzasztó volt. Urugvájak, mit műveltek? A bíró mit művelt meg? A videóbíró. Jó, de várjál, ezt mind értem, de azért nagyon, lehet így 8-szor neki menni a bírónak. Vili, az a 11-es ott a legvégén, nagyon sajnálom, hogy nem tudjuk most itt megmutatni, mert nincs jogosultságunk hozzá, De értelmetlen, felháborító és gusztustalan, ami ott történt, hogy Cavani-t felrúgták. Handicap 0-2-ről, vagy mi van? Nem raktam Uruguay-t, lett hirtelen. A futballnak a megcsúfolása volt az, hogy nem kapott 11-est Uruguay. Jó, én ezt nem értem, egységesek az ítéletek, nem? Ugyanaz történik, vagy ugyanaz hasonló az eset, és mégsem. Ebben mindig igazad van, de amit én mondok, abban meg nekem van igazam, hogy régen voltak olyan, amit mondasz, hogy voltak olyan játékvezetők, voltak olyan játékvezetők, akiknek nem mertek így neki menni, mert olyan Kolina, akit te láttál a stadionban most csak ránézett, és már nem, már tehát 8-an mentek a bírónak neki menni, és tekintélyük a játékvezetőknek a főnöke, Fifánál valami, kicsit ilyen UFO feje van. Tehát akkor ő, ha még ő mindig ott van, akkor megtehetné azt, hogy mégiscsak legyen tekintélye egy játékvezetőnek, és döntsenek. Én ezt szerintem nem. És csak akkor szóljon a VAR, hogyha nem jól. Nem egy föntről való hang határozza azt meg, hogy egy játékvezetőnek van-e tekintélye, vagy sem, hanem ő vívja ki a pályát. Igen, és erre vagy alkalmas valaki, itt is van, bírók között is van tehetséges, meg tehetségtelen bíró, hát a futballisták között is ugye volt tehetség. Mint a szakértők között is. Tehát azért lehet, ez a generáció nem annyira jó, nem tudjuk, de ez biztos, hogy a VAR ebbe belejátszik. No, mindenesetre a bizarr fotónak a lezárásaként azt azért elmondom, hogy a szurkolók is megvehetik ezt a labdát. Mennyiért? A mását. Na, mondjatok egy tippet. Tessék, a mása az egy olyat, amiben nincsen szenzor. Mása. De a szenzor nélkül. Szenzor nélkül. Hát egy eredeti labda, csak nincs benne igen, szenzor. Na mennyibe kerül? Fogalmam sincs, mennyibe kerül. Szenzor nélküli. Hát a szenzor nélküli kínai, hát az mit 15 ezer forint. 30. 96 ezer. Mi a szenzor nélküli sima labda? Jó, de ez a világbajnokságnak a hivatalos labdája, nem? Hát akkor várja, akkor te a hivatalos labdát mondod. Jó, hát az infláció. Hát az... meg a dollár meg a dollár árfolyam. Na, menjünk tovább. Szurkolók ezrei gyűltek össze ugyanis Melbourne-ben, mert nekik volt mit ünnepelniük, és hát van, akiket riasztott a kép egyébként, van, aki pedig azt mondta, hogy na így kell ünnepelni, és korábban mi beszélgettünk róla, hogy vajon téli VB idején lehet-e úgy Isten igazából. Lehet, szóval, nyáron nem. Lehet teremteni, lehet, megmutatjuk. Azon a féltek én már. És aztán. Hát jó, hát az olyan szép, azok. Miért Magyarországon mi lenne? Mindenhol? Hát ugyanez lenne. Ez több, mint fesztivál. Igen, igen. Hát emlékezzetek vissza, amikor EB-n voltunk, akkor megállt a forgalom a körúton, a villamosok tetején ugráltak, ugye. Ez teljesen normális. Főleg egy olyan országnál, ahol nem feltétlenül volt papírforma az, hát, hogy ők igen, eljutnak. Igen, igen. Tehát ez óriási meglepetés volt ilyen szempontból. Kenguruk földje, nagyon okos fel, igen. és hát egy olyan csoportba jutottak tértel, ami az a dánokat előzték. Mégis csak jobb lett volna, hogyha én ülök középen. Ne? Igen, a dánokat megelőzték, ami nagyon nagy meglepetés, hiszen a dánok ugye Európa bajnoki elődöntőt játszottak, és a nagyon jó eséllyel érkeztek. Én nekem titkos favorit volt a dán válogatott.
Az is maradt. Az is maradt, igen. Úgyhogy ez egy óriási siker az ausztrál focinak. És úgyhogy én azt az gondolom... Az ausztrálok voltak zseniálisan jók, vagy a dánok nem voltak? Hát a dánok nem volt, nagyon rosszak voltak, de hát az ausztrálok lehozták, kapott gól nélkül ugye a két jó, gyerekek, mielőtt nagyon elkezdenék Ausztrálát ünnepelni, olyan 50 perc jó, hát 50 perc jönnek az argentinok, meglátjuk. Szerintem Melbourne utcái üresek lesznek, mert akkor a verésünk megkapni. Várja az Zandig, várja az Zandig. A gól különbség kérdés, ez csak szerintem. Igen, jó. Mivel, hogy ez már egy tipp a mai estére. Már mindjárt kezdünk. Figyelj, tehát egy olyan csapatnak, akiknek nem volt papírforma az, hogy eljut a legjobb 16 közé, én nem tartom valószínűleg, hogyha most az argentinok nyernek, akkor ők akarjukba dőlnének. Ez, miért tennék nekik? Ez egy siker, hogy ideig eljutottak. Tehát, hogyha esetleg még mennének tovább, hát az... Esetleg, ha úgy alakulna ma este, igen, akkor sincs baj. Hát ez már óriási siker, ideig is. Igen, volt már elég meglepetés, nem? Az idei VB-n, tehát szerintem így nem biztos, hogy ragyisztekben hát fogadnék bármi. Ennek örülünk egyébként. Én azt gondolom, hogy azért mostantól ez egy másik világbajnokság, tehát amikor most már tényleg nem lehet hibázni, persze kiestek a németek, meg voltak meglepetések, de én szerintem most indul be a VB. De mi eddig csak úgy játszottak? Meg nem, csak eddig tudod, a csoportmeccsek, három meccs van, ott egy-egy hiba, egy-egy botlás belefér, itt már nem. És, de van, akinek végzetes volt ez a igen, botlás, mondom, akár a dánoknak, akár igen, a németeknek, igen. Tehát azért itt nem arról van szó, hát hogy igen, a németek azt gondolták, focizgató. Hogy belefér egy botlás, aztán nem fér bele. Aztán nem fér bele. A japánok megverték a spanyolokat. Nekem pont az a mai holland meccs. Ami azért szintén valahol hát, meglepetés. Hát az úgyhogy égtek egy nulla, tehát onnan fordítottak, tehát itt a kolléga itt duruzsol a fülembe, hogy a spanyolok lefeküdtek nekik, meg így, de hát én nem hiszem, hogy ez lehet. Ezt rajtad kívül mindenki így látja, Vili. Jó, hát ezért szép az élet, mert mindenki máshogy látja. Valószínűleg te mész szembe a forgalomban. Lehet. No, hát kiborultak az argentinok és az ausztrál csapat játékosai is, erről fogunk beszélgetni majd mindjárt. A legcsípősebb téma támogatója a KFC. Azt mondják ugyanis, hogy nincs elég pihenő idejük. Ez így van, nem így van, normális, nem normális. Már most a két meccs között? Igen. Mert ugye valaki, most három nem tudom pontosan, hogy van, de valaki ugye kapott 5 nap pihenőt, valaki csak 3 nap. Igen, ez régen volt, igen. Hogy amikor lezárultak a csoportmeccsek, akkor mindig volt pihenőnap. És most nincs, igen. És egy magunkon is érzem, a nézőkön is, hogy mi sem pihenhetünk, mert azonnal... Picit el vagy fáradva, igen, de is. Igen, tehát annyi meccs van egymás után. Annyi meccset kell nézni, nem? 3 meccs. 3 nappal kevesebb, mert rövidebb ideig tart ugye a világbajnokság, mint ameddig szokott tartani. Tehát 32 helyett 29 nap. Igen, mert ugye szezon közben van, megpróbálták minél jobban összetömöríteni a mostani VB-t, és ennek a következménye az, hogy gyakorlatilag egymás után mikor volt, szerdán volt. Túl vannak hajtva szegények? Hát nem kicsit, hát gondolj bele. És még hátra van a szezon. Mi a normális, mert én nem tudom például. Hát az, két komoly meccs között. Két komoly meccs között 3-4 nap minimum. Jó, annyi megvan szerintem. Hát szerdán játszottak az argentinok, csütörtök, péntek, szombat. De nem, itt nem is az a probléma, amit én elkezdtem itt boncolgatni, hogy nem mindenki ugyanígy pihen a két meccse között. Ez az, ami nem igazából... Ja, hogy nem is igazságos. Nem tehát, igazságos. Nem az, aha. Tehát akkor mert egyébként én nem sajnálom a fiúkat, hagyjuk már, most itt most játszanak most 5 meccset, mint amit... Órákbeli különbség volt a két csapat között. De most miről beszélsz? Az, hogy egy szezonban mennyi meccset játszanak. Azért, mert lejátszottak most, mit tudom én, mennyit tartott a VB, mennyi, hány nap lesz ez, 23-24 nap alatt lejátszanak, aki végigjomja 4-5 meccset. 29, most mondtam. 5 meccset, most mi olyan nagy íze ezen? Hát miért az angol bajnokságban szerda-szombat ment? Vili, hány nap volt a világbajnokság első mérkőzése, és az utolsó bajnoki mérkőzés között? Jó van, de ne sajnáljátok már fiúkat. Befejeződik. Én focisztam, tudom, nem kell minket sajnálni. Én szerintem nem csak fizikailag, figyelj Vili. Föl vannak. Jaj, fáradt vagyok. Szerintem a fizikai regeneráció az sokkal könnyebb már a mai világban, de az, hogy te mentálisan éles legyél, és harapjál, és oda tedd magadat egy meccsre, szerintem az sokkal nehezebb. És várjatok, mindenki mondja, hogy milyen fáradtak. Hát várjál, gondoljatok bele, hogy amikor nyáron van a VB, akkor lenyomnak egy egész szezont lenyomnak, és a szezon végén még jön a VB. Most még csak egy fél szezon ment még le. Még túl is vannak pihenve, nem? Hát a frisseket látjátok, hagyjatok már ezt a fáradtat. Ilyeneket mondanak, hogy a FIFA-nak figyelembe kellett volna vennie, hogy nem vagyunk robotok, meg hogy nem lehet úgy játszani egymás után, hogy így csak ilyen rövid pihenők vannak. Akkor az argentin csapat azt mondta a győzelem után, hogy hát marim boldogok vagyunk, de nem eufórikusak, mert őrültség, hogy mindjárt újra játszanunk kell.
Jó. Szerintem nem normális az, hogy egy szezonon belül, ha most azt nézzük, hogy augusztustól májusig, három naponta vannak meccsek, ha a VB-t is beleszámítod. Három naponta játszanak a csapatok. Miről beszélsz? Várjál meg kicsit. Most, ugye mi németek vagyunk, német-angol, perfektek vagyunk. Nézd meg a City, nézd meg, a január 20-án elmentek haza, vagy a németek, most felszálltak tegnap a gépre, a Lufthansára szépen. Szépen, ugye, hogy van, hogy van, Kóta Gyuribál? Reptér, ez most ez a mém, ugye, hogy a németek a reptér. Fogunk erről beszélgetni, igen, és hoztam nektek ide ott. És most leszállnak holnap üzében Berlinbe, vagy Düsseldorfba, nem tudom, és utána január 20-áig nincs bajnokság. Hagyjál már, miről beszélsz? Hát van nekik most... Mi van, hívásod? December 3, január 20, mennyi az? 37. De ők kiestek. Jó. Jó, és ha megnyerték volna ezt a világbajnokságot, akkor még játszottak volna, nem három napot játszottak volna, még három hetet, vagy két hetet. Viszont például a VB után egyből angoloknak például folytatódik. Angoloknak nem normális, az angolok nem normálisak egyedül. És ők nem nyígnak. Ők nem normális, és ők meg nem nyígnak. Na látod, akkor meg mi a baj? Ők nem nyígnak, ők bírják. Nem ők is, a kompék is, dehogy nem. Angliában tényleg bolond, hogy le van szervezve ez a bajnokság, meg ott tényleg nincs pihenő, de a többi bajnokságban azért van. No, hát van, aki nagyon nehezen viseli azt, nem csak, hogyha veszít, hanem hogy mondjuk kihagy helyzeteket. Ő például nem nagyon nehezen. Igen, te is. Kicsoda. Hát ő csak egyet felült ki egész. Te is lesz, mint Lukaku? Micsoda? Hopp, ugye? Micsoda, kicsoda? Utána Lukaku. Nagyon mérges vagyok. Csak jól mondtam. Igen. Nézzük Lukaku. Meg a videót, hogy ő hogy reagált. Mondtam, hogy szeretném, hogyha még egyszer lejátszanak, tehát szerintem zseniális, hogy a srác, aki ott áll, szerintem olyan biológiai, vagy hát, de volt itt minden sírvafakadás, meg... Igen, mert ugye az volt a történet, hogy ugye nagyon sok helyzete volt. Volt egy három nagyon nagy zicsere, és rajta, mégis mondhatjuk azt, hogy ő rajta múlott az. De ez érvényes azt mondani, hogy valaki múlik egy meccs? Hát most ez sajnos úgy alakult, hogy ő került háromszor nagy helyzetbe, és mindegyiket kihagyta. Természetesen nem lehet ráfogni, mert ez az egész csapat, az egész belga csapat szerintem nem volt elég éles. Az utolsó... Egy fél időt leszámítva, nem? Az utolsó, ebbe a horvát meccsen az utolsó 45 percben volt. Amikor nagyon nagy baj volt. Meg amiket mondtak magukról. Meg amiket nyomtak, igen, hogy öreg a csapat. Meg hát a De Bruyne megcsinálta. Egymásra mutogattak, hogy a valamelyik védő mondta, hogy... Fertongené. Igen, hogy nem jó a tám. Igen, a 35 éves Fertongen mondta, 31 éves De Bruynek, hogy öregek vagytok ott elől. Igen. Egyébként én egyébként azért hagy védjen meg a Lukakut, mert a Lukaku sérül. Nem bántja senki a Lukaku. Hát jó, de hogy akkor nem bántja senki. Nem egy teljesen normális sérül, hogy ő sérült volt, nagyon sokáig nem játszott. Tehát ő úgy jött a VB-re, hogy nem volt top fit. Tehát így pont nem azok... Nem pihente ki magát. Nem pihente ki magát, nem volt jó erőben, nem volt játékban. És pont látjátok, milyen a foci, hogy ha játékban van és jó erő, akkor ez bemegy. Ez a 2 centi múlott, ez a kapufa. Az bemegy, ez tudja, hogy bemegy az egyik. És akkor ő a király, a sztár, Plexi megmarad. Ilyen a foci. No, tök érthető egyébként egy ilyen reakció. Szerintem. Persze, ez nincs semmi. Lépjük is tovább. Játszunk, és egyrészt neked kötelező szerintem játszani. Ugye nem titok, hogy aki nagyon szeretnék nem látta játszani. Az is látta, hogy Leila nyert. Jó, de most nem segít. Saját kúszta. Tessék, most nem segítünk, na. Oké. Így kíváncsi vagyok a csikere. Azt szeretném a fiúk is majd játszanak. Vigyáznunk el. Szár lesz, a Nikó fontos segítünk majd, ameddig az idő nem jár le, mert hogy hallanak majd most titeket is a nézők. Jó. És itt van velünk Kaci. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a stúdióban, meg a nézőket a képernyők előtt. Kérlek, mondd el újra a játékszabályokat, hát ha valaki most próbálja ki először, hogyan lehet csatlakozni? Hogy kell? Képernyőn már meg is jelentek az információk, kétféle módon tudnak belépni a játékosok. Az egyik, hogyha beszkennelik a képernyőn látható QR kódot az okostelefonjukkal, ha ezt valamiért nem szeretnék megtenni, vagy nem tudják megtenni, mert mondjuk nem telefonról játszanak, hanem a laptopjukról, vagy az asztali gépükről, akkor pedig csak meg kell nyitni egy új böngészőablakot, bepötyögni, hogy go.duelbox.com, illetve beadni ott azt a kis kódot, ami látszik a képernyőn, ezt követően már csak egy becenevet és egy e-mail címet fogunk kérni a felhasználóktól. Csak közben a vendégek is vadul regisztrálnak, vagy pöcölnek, vagy ugye nem tudom, mit kell csinálni. Elmondom a nyereményeket, és természetesen mutatni fogjuk, hogyha valamelyik fekül az első öt közé, de ők nem fognak vouchereket kapni. De aki a leggyorsabban és a legpontosabban válaszol, 15 ezer forint értékű KFC vouchert kaphat majd. A második helyzet 10 ezer forint, a harmadik 8, és a negyedik, ötödik helyezettet hát is legyen. Fogjuk hát díjazni 5-5 ezer forintos voucherrel. Ezek a nyeremények. Kaci, még egy picit
mondd el azt nekünk, hogy milyen típusú kérdésekkel készültél most? Az előző adásokhoz hasonlóan kétféle kérdéstípus lesz. Az első, ez az ilyen bemelegítőbb jellegű, ahol fogunk segíteni, mert hogy adunk majd válasz lehetőségeket, A, B, C, D válasz lehetőségek közül választhatnak majd a játékosaink. Úgyhogy gyakorlatilag, akinek fogalma sincs még a kérdésről sem, annak is legalább 25% esélye lesz arra, hogy helyesen válaszoljon. A második körben pedig átmegyünk a tippelős kategóriára, ahol egy konkrét szám lesz a helyes válasz, és azt kell majd beírniuk a játékosoknak, és minél közelebb járnak a helyes válaszhoz, a konkrét számhoz, annál több pontot fognak kapni. Egyébként minden kérdésre 22 másodpercük lesz, hogy válaszoljanak, és minél gyorsabban válaszolnak, annál több pontot fognak kapni egy-egy kérdésre. 22 másodperc, mert 2022 van a 22. VB. No, te hogy látod, elindulhatunk-e? Én úgy gondolom, hogy még egy 10 másodpercet adjunk a játékosoknak, de jó, aztán igazából kérdezem a stúdió vendégeket, hogy sikerült-e csatlakozni, és most tényleg egymás ellen játszotok? A Nikó, figyelj csak, múltkor mennyien játszottak, azt lehet tudni? Vagy Kaci? Bocsánat, Kaci? Kaci. Nem. Mennyien játszottak? Sokan? Hát mindig sokan játszanak, igen? De majd adás után mondom. Ja, jó, csak ja, mert akkor úgy jobban esik a győzelem, igen, hogyha azt tudod, hogy mondjuk itt hárman indultak, akkor... No. Az korrekt. Jó. Én nem adom át a nyereményemet. Nem, mi? De. Sütte. No. Figyelj, mennyire éhes vagy. Ma is KFC-s utalmány? Igen. Az egy hétig jó lesz. Én úgy gondolom, hogy belevághatunk. Na figyeljetek. Kezdünk. Na, nyomjuk. Felkészültél? Igen. Mit kell van nyomni? Mi a neve a 2022-es világbajnokság hivatalos labdájának? Aki figyelte az adást, tudja, mert direkt hangsúlyoztam. Igen. Úgyhogy... ez volt az első témánk, a fura labda, amit én bizarrnak tituláltam, de a többiek szerint más a bizarr. No, vajon eltalálta-e mindenki? Ez az jelzi nekem? Igen, jelzi. Az idő mindjárt. Mindjárt bezöldül. Most nagyon izgulok, gyerekek. Nehogy már izgulja ezen. De cukkivel. Én játszom mindenem. Nekem helyes. Jaj, mert pirosan villog, de közben zölden ami arabul ki, azt jelenti, hogy utazás, ugye? Ja, igen, hiszen, szóval ugye? Nagyon jó. Itt mondtátok is, hogy utazik jobbra-balra. Mi a többi, Kaci? A korábbi VB labdák, a Telstar az már nagyon régóta VB labdal, a legutóbb 2018-ban volt Telstar 18, előtte a 14-es VB-n ott a Brazuka volt, a braziloknál, a Jabulani pedig a dél-afrikai VB-nek a nagyon hát híres, hírhet labdája, ami annyira szitáló. Tökéletesen kerek volt, hogy teljesen össze-vissza, ahogy a Lehel is mutatja, repült a levegőben. Szitált, igen. Na, lássuk a következő kérdést. Jó, is lefagytam. Ki játszott a legtöbb meccsen a Bajnokok Ligájában? Na, ezt vajon? Hát ez... Na. Ezt tippeljed, Leila. Ezt tippeljed. Nem segítesz neki tényleg? Nem. Hát nem tudom. Most csak tippelni tudok, azért mondom, hogy tippelje meg, mert nem tudom. Jó, akkor tippelni még ne tippeljél majd. Már úgy magában. Ne nézed, úgy se tudja, csak tippeli. De hallod? De nem néztem a tiedet, nem néztem, és véletlenül ezt nyomtam én is. És les. Mert nem tudtam. Nagyon jól csinálja. Igen? Nem lestem tényleg. Vissza lehet nézni, kamerák vannak. Mondjátok. Úgy hívjon, mert a kamerának mutatod, akkor ott látja. Ryan Giggs-et tippelt a Lehel. Én is azt tippeltem. Megvarozzuk. Én a Cassie ezt mondtam volna. Lehet, igen. Ő nem olyan öreg az Iker Cassie szerintem. Hát az eléggé, mert szólj hozzánk. Hát mert volt. Ronaldo. Hát jó, hát. Cassie vezette ezt egy ideig, na, és most is ő van a második helyen egyébként, neki 177 BM-et van. Mondom. Viszont Cristiano Ronaldo-nak már 183. Erre tippelt ő? Nem, én a Cassius mondtam. Ja, számra, hogy pont igen. Giggsnek egyébként csak 104, csak 141, Cassinek 161. Jó, tehát Giggs az utolsó. Papírkutya. És a Messi? Tényleg nem lestem. 161 van a Messinek. Akkor, látod, minek? Úgyhogy neki is kevesebb van. Nem lestem, nem érted? Jó. De meggyanúsítanak, mert véletlen ugyanazt tippeltem. Na jó, minden. Na gyerünk, jöjjön a következő, mielőtt itt összevesznek. Mennyivel van több aranylabdája Lionel Messinek, mint Albert Floriannak? Na tessék, egyáltalán több van-e, ugye? 5-6-7. Mutatja hát a mögött de neked. Hallod, de mit csinálsz? Hát ők nem, itt játszanak. Szerintem is.
De már lejárt az idő, hallod, bejelölted? De magamtól tudtam. Jó, de bejelölted. Azt hittem, hogy segítsek neki. Nem, imádom a kvízjátékot. Nem, az a baj Lehel, hogy te velem... No, lássuk közben, mi a helyes eredmény. Jó, nem szólok semmit csinálni. De szóljál, segítsd. Nem már! Hétszeres, nem... Nem hatszoros? Hét aranylabdája van már Messinek, Ronaldónak öt. Mindenki elrontotta? Igen, mert Albert Florian 1967-ben nyert aranylabdát, az egyetlen magyar aranylabdásunk. Neki egy van. Igen, de mi azt gondoltuk, hogy 60 a Messinek, de az meg, én is valahogy 6-ra gondoltam. És loptatok egyet, azt lett még egy. Jó, mindegy, ez van. No, lássuk a következőt. Mi történik, ha egy játékos szabadrugásból közvetlenül, tehát más játékos nem ér a labdához, öngólt szerez. Már ez... Érvényes, újra el kell végezni a szabadrugást, szögletet rúghat az ellenfél, vagy kirúgással folytatódik a meccs. Én nem értem a kérdést. Szöveges feladat. Mi történik, hogy játék szabad? A díja jó, sajnos. Szerintem is kirúgás, de egyébként nem értem a közvetett, de nem közvetett szabad rúgás? Nem, a díja jó. Mindegy, az a lényeg, hogy ez most egy normál szabad rúgásról, ha beszélünk, és bebombázza a játékos a saját kapujába, úgyhogy nem ér hozzá senki más, akkor mi történik? Nem, szabad rúgás, mire szöglet? Szöglet. Na de várjál, tehát szabad rúgás, tehát mi? Szabad rúgásra van a saját... Egyik fel, csapatának, és ő a saját kapujába rúgja a szabadrugást. Egyik fel, hogy les volt, és a védő a szabadrugást azt egyenesen belrúgja a saját kapujába, nem ér hozzá senki, se másik játékos, se a kapus, senki, hanem direktbe berúgja a szabadrugást a saját kapujába, akkor utána mi történik? Ugye eleve a szabadrugás azért van, hogy az ellenfelet büntesd, és ne a saját csapatodat, tehát nem büntetheted góllal saját magadat. Tehát nincs ilyen, hogy öngól saját szabadrugásból, ugye? Nem. Így van. Na. Mondd tovább. Szerintem szöglet. Szerintem szöglet. Én jót mondtam. Szerintem de kirúgással folytatódik. Szöglet. Na mutasd, szöglet. Szöglet, mert ugye kimegy az alapvonalon túlra a labda, és nem gól, tehát akkor szöglet. És ugye átkerül gyakorlatilag az ellenfélhez a labda. Na, büntetődik. Házi versenyünkben attól tartok, hogy Lehel átvette a vezetést. Igen, hát a papírforma. Jöhet a következő. Szöglet. Na, tippelős lesz, ugye? És akkor magyarázzuk el, Kaci, hogy milyen számokat fogunk látni? Bizony. Meg fog jelenni a játékosok interaktív felületén egy numerikus rész, oda be kell majd pötyögni a konkrét számokat, és rányomni a küldés gombra, ez fontos, hogy amíg ketyeg az óra, rá kell nyomni a küldés gombra, és három szám fog nálunk megjelenni a kijelzőn, a legfősősorban a legalacsonyabb tipp, ami jött a játékosoktól, a legalsóban a legmagasabb tipp, ami jött a játékosoktól, középen pedig a helyes válasz. Szóval a középső sor lesz a fontos. Középső sort kell mindig néznünk. Na, és itt a gyorsaság is számít, úgyhogy pötyögjetek. Na, gyerünk, Kaci. Hány gól született eddig a 2022-es világbajnokságon? Már a mai meccset is beleszámoljuk. Ha már a mait is beleszámoljuk. Segítek, hogy volt az első meccs. Mondjuk mindenféle számokat, szavarjuk össze őket. Jó, lehet, hogy nem segítek. Hány meccs volt? Összesen ugye 64 meccs van. Hopp, lejárt az idő. Lejárt az idő, papa, nem nagyon számogosság is. Már beírtam, papa. Akkor jó. Jó, ügyes vagy. Na. Jó, ti mit tippeltetek? Mit tippeltél, Ella? 37-et. Az kevés. Nem utassuk. Az több lesz. Azt! 124! Azt! Eddig 124! Ti más meccseket néztek? Hát ők nem néztek, a felemecsit nézitek. Nem tudunk számolni. Vagy nem tudtok számolni. Én a memóriánk, hát én arra nem emlékszem, hogy 5 perce mi volt, nem az, hogy 5 napja. Hát voltak ilyen 7-0-ek, meg 6-2-k is. Hát igen, az a 30 az nagyon kevés volt, a 70 ezt gondoltam, hogy körülbelül jó lesz, de nem. Nem. Hát a sok voltak a 7-0. Hát igen. De mennyi 0-0 nekem, én nekem az maradt meg, hogy te jó. Hát szerinted, aki a 13-at tippelte, az hány meccset nézett? Hogy ez melyik volt, melyik évet nézett? De a maximum is csak 106, és a helyes válasz a 124, azt látjátok? Igen. Ez mi, Kaci? Hát... Senki nem... Igen, tehát ugye a 106 kapja ilyenkor a legtöbb pontot gyakorlatilag. Igen, de még meg sem közelített meg sem. 106 volt a max? Hát akkor a 106-os. Álmálok túl jól. Na, Kaci, jöjjön a következő. Mekkora valaha volt a legnagyobb gólkülönbség hivatalos foci meccsen?
Hú, hát ez már volt ez a kérdés, nem? Nem, valahogy máshogy az volt. Az nemzetközi meccs volt. Ja! Ja, ja, jó, hát ez, ja, hogy ez valami országunk. Ott mennyi volt? Ott 29 volt, nem? Nyugat Szamoa. Amerikai Szamoa, ugye? Valami... Igen, az egy Ausztrália-amerikai Szamoa meccs volt. Én 27-et tippeltem. De ott nem 29 volt a helyes ott válasz? 31 volt a helyes 31. válasz. Itt több de lesz. Az ugye a legnagyobb különbségű nemzetközi mérkőzés. Igen, ez nem kellett, hogy ez nemzetközi legyen. Bajnokságban lehetett. Tehát itt lehetett 65. Hat, így-e valami. Nem tudok már bebejét. Nem, túl vagyunk rajta. Hát na lássuk. Egészségedre. 149. Azt a minden. Ez komolyan mondjátok. De ez hogy? Ez egy madagaszkári bajnokság. Na jó. Ahol már egy ilyen tét nélküli volt az utolsó mérkőzés. Mert az előtte lévő meccsen az utolsó pillanatban megadtak egy jogtalan büntetőt, és ezért kiesett az egyik csapat. Akiknek most le kellett játszani még az utolsó meccset, és úgy voltak vele, hogy akkor jó, kimegyünk a pályára, de a saját szabályaink szerint fogunk játszani. Úgyhogy a nulladik perctől ők elkezdtek öngolt rugni, és így ment végig a mérkőzés, hogy a másik csapat nem csinált semmit, csak végignézte, ahogy ezek öngólokat rúgnak. Úgyhogy ezt követően a csapat vezetőedzőjét 3-4 játékosát pedig egy évre tiltották el a labdarúgástól. Hát de ezt a játékvezetőnek kellett volna lefújni ezt a meccset szerintem. Komolytalan futball, ja, nem szabad volna végigengedni. Na mindegy. Hát ez 90 perc kínlódás volt. Hát ez, na lássuk a következőt. Ez már az utolsó, vagy az utolsó előtti? Az utolsó előtti jön még. Utolsó na, előtti. Még van esély. Hány centi széles a szabványos profi labdarúgó kapu. Tudjátok, a múltkor igen, az igen. volt, hogy hány négyzet kocka, hogy mutatja neked ott mögötted, de minden. Segíteni próbál a Vili neked. Hány centi, bassza meg! Még lehet módosítani, még ketyeg az óra. Bocsánat. Tudsz módosítani. Jó, tudok módosítani? Most már nem, mert most már lejárt az idő, de... Még meg elfogadta. 710 valamennyi? Vagy 700? Valami 7 egész? Én így. Nem, 700 fölött 700. Van. 712 valami ilyesmi. De ez a saját fejemből. 732. Hát persze, hát 7 méteres a kapu. Igen. Én 6 métert tippeltem. De itt mutatom neked a hetest így, és nem figyelsz. És én meg szóltam is, hogy mutatom. De nekem nem kell segítség. Ja, ez az éjjátékos. Bocsássál meg. Ja, hát akkor remélem, hogy bocsássál meg. Figyelj, az lesz a durva, nem, hogy így is ő lesz. Nem, mert te itt azt hiszed, hogy rólad lestem. Egyszer az, az elsőt minimum. Figyelj, no, Kaci, mielőtt itt halálosan összeveszik mindenki nézni. Mindenkivel. Többet nem jöttök. Vissza tudjuk nézni, tehát azt mondod, kérem, hogy... Kérem az utolsó kérdést gyorsan. Csak akkor, amikor már benn volt. Melyik évben tiltották be a szögletes kapufát a profi meccseken? Júj. Szögletes kapufa, ez is egy fura, nem? Milyen kör alakú? Hát most már ilyen... Kerekítettem. Meg szenzoros labda, mi? Még kilukott hát, a labda is, hogyha véletlen sarka. 93-at írtam. Hát 90-es évek lesz valamikor, igen. Az amerikai VB-n azt tudom, hogy már nem ilyen kapuk voltak. Ez 94? Az 94. 90-ben az olaszországi VB-n lehet, hogy még volt szögletes. Na lássuk! Mindjárt ide, akkor lesz valamikor 90. 87. Hát gyerekek, két jó válaszom volt. Jó, hát ez nem könnyű kérdés. De ezeket nem tudod eltalálni azért. Azért most azt, hogy melyik... Jó, mielőtt itt mindenki összeomlik, nézzünk meg egy végeredményt. És ugye, akkor és ott lesz, hogy lehet leírni. Annyira rosszak, vagy nagyon rosszak voltak. Azért figyelj, ők már látják a számokat, én még nem látom. Nem lesz csirke. Nem lesz csirke. Ez max. 5. hely lesz. Na lássuk az 5. helyet. Figyelj, max. Az 5. lehet. Nem. De. Én nem lehetek már. Negyedik lettél. Én kiszálltam. Kiszálltál a játék. Igen, Uszter, nekem kevesebb pontom lett. Negyedik lesz már, most mondom. Figyeld meg. Negyedik, hogy nem. Nem baj, de múltkor te nyertél. Hoppá! Csaba B, 2150-nél tartunk. 5000 forint eddig, amit ehetnek a kiérszíve. Azt a minden, így 8000 forintért ehetnél, hogyha nem kerülne mindenki följebb. De lehet, hogy én vagyok akkor a 6., nem? De miért tűnt el? Miért tűnök el? Mert ők menjenek mert följebb. Mert nem nyerhet. Hát jó, de attól még mutassuk már meg szegényt legalább az eredményjelzőn, egy fotót hadd csináljon róla, az a szerencsétlen harmadik lett. Igen. Viszont Ani, nézd meg, 300 ponttal többet. Ani. Az kemény. Hát én nem én vagyok. 2467-es, nem, én már most jövök, 10 000 forintért kaputalványt. Ott ők a leader.
És akkor lássuk. David? David Dávid 2913 ponttal. Na, jó. Nyert és jövő a 15 ezer forintos utalvány, és természetesen akkor itt is elmondom, hogy a korrektség véget majd feljebb kerül Csaba, illetve Grakon, és akkor bekerül ötödiknek valaki, úgyhogy Csaba nagyon jól járt, mert ő 8000 forintért tud majdani. És mielőtt itt összevesztek, szétültetlek titeket egy kicsit, ahogy a múltkor, Vili, kérlek, hogy fáradjál ki. Jó, mert hogy új vendégünk érkezik majd a következő beszélgetéshez. Gratulálunk a nyerteseknek. Molnár Gréta érkezett közénk, hogy kicsit csajosítsuk a csapatot, aki a Bonomensfer ügyvezetője. Köszöntünk téged. Sziasztok, üdvözlöm a nézőket is. Mert már volt szó róla egyébként a mai adásban is, de egy picit most átvesszük azt, hogy ki milyen stílusúan, hogyan öltözködik, és egyáltalán egyébként valamelyik adásban beszélgettünk arról, hogy van olyan edző, meg szövetségi kapitány, akinek már a megjelenése azt mutatja, hogy komolyan vehető, és van olyan bíró is, ugye, akinek a megjelenése azt mutatja, hogy komolyan kell venni őt, úgyhogy készültünk egy pár fotóval, ennek kapcsán beszélhetünk róla, de összességében a férfi öltözködésnél én ugye azt gondolnám, hogy óriási nagy fantázia nem kell, de még, de csúnyán nézel rám, de mégis. De hogy is. Szóval nem. Mi kell, ugye? Mi kell ahhoz, hogy valaki stílusosnak mondhassa magát? Elsősorban talán tudatosság. Tehát, hogy ismernie kell az illetőnek saját magát, az alkatával. Nagyjából érdemes mindenkinek tisztában lenni, hogy mi az, ami jól áll, mi az, ami kevésbé, melyek azok a színek esetleg, amik mondjuk nem sápasztják az arcát, hanem mondjuk úgy szépen kivirulnak tőle. Igen, lehet rögtön ki is elemezhetjük itt mellette, kezdjük talán vele. Ez olyan, mint amikor pszichológussal beszélgetsz, akkor úgy vigyázz a viselkedésedre, amikor egy divathoz értő szakemberrel, akkor úgy meghúzod magad. Gréta, én most szeretnék kérdezni tőled a fekete zokni ezzel a fehér cipővel, ami így egy ilyen 10 centire lóg ki, de egyébként látszik még a lába is. Mert ezen veszekedtetek? Nem, csak most vettem észre, de hogy veszekedtünk? Igen, ez egy ilyen megosztó dolog, vannak, akik annak a pátján állnak, hogy a cipőhöz kell igazítani az okni színét, és van, aki azt mondja, hogy a nadrághoz egyikhez se kell. Itt most ebben az esetben. Sötét. De azért ha ezt tudom, igen. Akkor a Lilit nem tartom, és én kimegyek. Igen. Azért egy ilyen 95%-osnak elmondhatjuk, hogy ez azért egész jól sikerült. A kilóg az okni? Mármint a lába kilóg. Az már egy problémás. Nem, az előbb. Egy ilyen? Az most lábszárhúsi, nem? Lábszárhúsi? Igen, csak az annak nem szabadna valóban, igen. Egy kicsit hosszabb zoknit érdemes felvenni, igen. Tehát akkor vagy az abszolút ne látszon ki az okni, és akkor titok vagy szokni. Teljesen ki látszódjon a lába. Vagy, tehát akkor nyilván ki van az egész lába, vagy akkor olyan hosszú, hogy ne legyen ki. Mennyire vannak tisztában egyébként a magyar férfiak azzal, amit így most így röviden próbáltál összefoglalni, hogy egyáltalán legyenek magabiztosak, vagy tudják azt, hogy mit akarnak. Aki betélet hozzátok például, ő már az a típus, aki tudja, mit akar, uh-huh. És csak el kell irányítani, vagy egy picit kell segíteni, vagy azért... Hát egy kicsit talán ez olyan végletesnek érzem. Tehát van, aki így teljesen vakon van, és fogalma sincs róla, hogy megkérdezi, hogy mit vehet fel egy fehérinkhez. Hát mondjuk egy fehérinkhez kb. Bármit ugye, a macinacin kívül. Tehát, hogy nagyon sötétben tapogatóznak, és van, aki pedig ilyen nagyon határozott és tudatos, és azt mondja, hogy ez csak ezzel. Ők azok, akik mondjuk foglalkoznak ezzel, cikkeket olvasnak, könyveket lehet azért kapni a témában. Nekem mindig gyanús, hogyha egy férfi az úgy nagyon össze van rakva, vagy nem tudom, mindenhez tudja azt, hogy ez akkor barna öfhöz, barna cipő, meg díszseppi az is bal. Tehát, hogy amikor nagyon egyben van valaki, ott valamit szerintem kompenzál. Szerintem, hogyha ez úgy néz ki, hogyha erőlködik, ha erőlködősnek néz ki, akkor igen. Ezt bemutassunk focistákról. Egy olasz férfi, amikor úgy igazán úgy össze van rakva, akkor a fene se gondolja azt, hogy ő erőlködne, hanem azt érzed, hogy igen, hogy mondjuk önnek jó stílusa. Mondjuk az olasz férfiakra különösen igaz az, hogy ők mindig visznek bele egy kis hanyagságot. És attól lesz jó. És pont az a kis csavar benne, meg a fűszer, hogy valamit kicsit lazábbra vesznek, hanyagság. Nem gombolják no, hát be. Például az angol szövetségi kapitány nem
visz bele hanyagságot. Hát ő az angol stílus hozza teljes mértékben, a skatujából előhúzott. Én imádom egyébként az angol stílust is. Igen. Az angolok közül nekem Scott Parker a kedvencem, viszont őt nem tudtuk bevonni a világbajnokság küzdelmeibe, úgyhogy nem tudjuk megmutatni. De ő szenzációsan néz ki nekem, csak kicsit alacsonyabb, mint én. Karizmát a megjelenésével, szóval... Ő is azok közé tartozik, akiről az elején említetted, hogy... Igen, tehát azt szerintem már így el... És akkor ezt kérdezem. Az elmúlt, hogy macinaciba állok a pályaszélén egyébként? Hál' Istennek. Nem, tehát azért vannak még, akik ragaszkodnak ehhez. Lázadók. De azért állj, a macinaci is tud trendi lenni. Tehát... Attól függ, milyen, igen. Abszolút, mindenek megvan a maga helye és az alkalom. Tehát egy focipálya mellé az úgy kell, hogy körömcipőbe meg nem tudom. Hát igen, mert azért ott nyilatkoznod kell, ott vesz 20 kamera, ott azért képviseled a klubodat, a nemzetedet. Most nyilván, hogyha egy edzésen vannak, az edzésre nem öltözik ki egy öltönybe, de mondjuk, hogyha egy VB zajlik, akkor ott azért... Azért csak illik egy VB-re kiöltözni. Na nézzük még fotókat, mert nem csak ő van nekünk ám. Igen, hát ő már azért visz bele hanyagságot. Na hát itt van egy kedvenc képem róla majd, hogyha egy picit így... Igen. Ő lesz az! Nekem előbb jut eszembe, hogy ő egy playboy, mint hogy egy futball. Miről beszélsz? Gyerekek nem már, hát... Elég jól néz ki. Laza csávó, na, biztos az óráért, az csilliárdokat ér. Itt mint Szilveszter Stallone. Nagymamiba, hát minden nő kedvenc. Igen, hova elég tovább? Hatásmadás. De nem? 16 ezer like, ott van. Köldök így kigombolva a zing. Igen. Tessék, na, hát a japán szövetségi kapitány, sem az a nagyon laza fiú. Bankár. Igen. Kikus öltöny, háromrészes. Jó, ez itt már egy kicsit akkor igen váltunk. Érdekes, hogy igen, egyébként öltöny mind a kettő, de mennyivel másabb stílust és hatást kelt mind a kettő. Ez azt hittem kabát, bocs. Hát ez egy két soros zakó. Igen. Végül is jogos, nem látjuk a nadrágot, nem biztos, hogy... Megem is tudjuk, hogy alatta van-e valami. Komplett öltöny. Hát lehet, hogy nincs. Ez egy pillangos nyaklenc. Pont azt nézem, hogy pillangos nyaklenccel, igen. Igen. Nekem egyébként, hogyha olyan a személyisége és tudja viselni, akkor nekem ez nem sok. Pont ezt mondta a Gréti is, hogyha valaki tudja, hogy mit akar, igen, akkor ennek valószínűleg jól is áll az, amit magára rak. Hiába mondjuk nem biztos, hogy felvenné bármelyikünk, vagy mondjuk, hogyha nem tudom, a párodon vagy a kollégádon lenne, akkor lehet, hogy kicsit furán néznél rá, hogy te veled mi van. Amikor van valamilyen ruha, például ez, tessék. És nem akarod megsérteni... Mondjuk ez neki sem áll jó szerintem. Nem akarod megsérteni az illetőt, akkor én szerintem azt kell, vagy legalábbis mindig azt szoktam mondani, hogy én nem venném fel, de rajtad nagyon jól áll. Én tudok egy jobbat. Igen. Figyelj, nagyon jó rajtad ez az akó, ha jó lenne a színe, megérni átszabatni. Ez a kedvenc szövegem. Igen, tehát sem méretes a színe. Benne van, hogy... Nem? Nagyon jó, nem rá, ha jó lenne a színe, megérni átszabatni. Igen. Tehát ez erre a képre. Itt egy kicsit bejön ez az elcsépelt, nagyon sablonos képfejezés, hogy önazonosnak érdemes lenni. Tehát, hogyha valaki nagyon nem tud azonosulni egy öltönyös megjelenéssel, akkor nem érdemes feltétlenül öltönybe passzíroznia magát mindenáron, mert nem is érzi jól magát. Ilyen disztás hatást fog kelteni, igen. Van még két képünk, azt még minden... tessék. Ez a klasszik, hát, nem? Igen. Ennyi. Ez az ilyen órán van, nézzétek fotó? Igen, ez az ajándékba kaptam. Kategória. Nekem ez nagyon zárkózott. Tehát, hogy egy ilyen túlságosan vonalas, nekem ilyenkor meg, amit te mondasz, hogyha én itt éreztem azt, hogy minden nagyon össze van rakva. De miért? De nem, ez egy klasszik fehérjénk, sötét, ebben szerintem olyan semmi. Minden, nem tudom, olyan komolyan vette azt, hogy Gréta, megjelenik. Gréta, mit szeretek jobban, hogyha úgy megy be valaki, hogy se kép, se hang, és akkor ki lehet találni, kvázi lehet kreatívnak lenni, vagy hogyha így megvan igazából az egyénisége, amihez neked feladat mondjuk akár áttörni, hogy de ezt is próbáljuk fel, akár ajánlani ahhoz valamit. Hát igazából mindkét véglet egy kisebb kihívás. Hogy az elsőnél, aki ugyanis tisztában a dolgokkal ünál, a kipuhatolni azt, hogy egyébként mi lesz az, ami hozzá közel áll, és az ő stílusát majd meghatározza, de az fontos, hogy tényleg odafigyeljünk arra, hogy jól érezze magát abban. Amit ajánlunk neki, a másik végletnél pedig, aki ilyen nagyon határozott, és nagyon kocka, őnálunk meg az az izgalmas, amikor tudunk nekik mégis olyat mutatni, amire elsőre azt mondja, hogy fú, ez neki nagyon nem, és ez nagyon nem az ő stílusa. De mégis mondjuk felveszi, beelvenne a tükörbe, és azt mondja, hogy ó, hát ez tényleg jó, és akkor ez kicsit ilyen komfortzóna. Szerintem ez nagyobb áttörés, nem? Vagy ez olyan, hát, hogyha így ránézel, mind a kettő azért sikerélmény. Jó lehet. De jó érzés, igen, amikor.
Jó, nem kérem, hogy végszóra Leherről mondjál létszesül leírás, mert szerintem úgy jó, hogy van nyilván, ja, ugye? Anikó. A kis fehér cipőjével, a fekete zokniával. Anikó is nagyon csinos. Ennyi, köszönjük szépen. Molnár Gréta, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt a Bono Menszer ügyvezetőjével beszélgettünk. Az STFH tanácsai, hogy a világbajnokság alatt is biztonságos legyen a netezés. A kiberbűnözők a VB alatt igyekeznek kihasználni az emberek érdeklődését a világesemény iránt. Különösen oda kell figyelni, ha ehhez hasonló tárgyú e-mailek érkeznek. FIFA világbajnokság, jegynyereményjáték, FIFA sorsolás nyertese. Mindig napra készen tartott vírusvédelmi és más biztonsági megoldásokat kell használni. Győződjünk meg arról, hogy a böngészőben engedélyezve van-e a beépített adathalász szűrő funkció. A böngészők többsége már rendelkezik ilyennel. Kezeljük fenntartással az idegen eredetű megkereséseket, főleg ha azok valamilyen kattintásra, letöltésre, adatlap kitöltésére próbálnak rávenni. Ha egy gyanús, szokatlan, nem várt üzenetben szerepel egy link vagy csatolmány, akkor nem javasolt ezek megnyitása vagy letöltése. A VB legfontosabb híreit a Kia szállítja. És itt közben mögöttünk egyébként már javában zajlik az Argentin-Ausztrália meccs, ugye ez lesz perceken belül majd, így a stream adást követően. Nyilvánvalóan csak a FIFA szimulációs játékánál. Hol tartunk most? Hát úgy, hogy nagy meglepetés. Ez egy nagy meglepetés. Na, tessék. Lenne. Vezetnek az ausztrálok egy nullára, és negyed óra van hátra. Ezeknek a FIFA játékoknak egyébként van realitása? Hát, úgy gyerekek, ha erről elkezdünk beszélgetni, engem elveszítettetek. Jó, nem kezdünk el. Ez tőlem olyan távol áll, mint a Lili. Én sem vagyok, én sem vagyok. Tőlem meg aztán teljesen. Nem, viszont nem tudjuk nem kibeszélni, hogy kiestek a németek. Igen. Bár ezen gondolkoztam, hogy ez nem kellene, hogy a ciki-cink rovatba kerüljön be egyébként. Ez ciki? Most vagy nem ciki? Hát a németeknek ciki. A főleg azért ciki, mert 4 évvel ezelőtt volt egy VB, ahol szintén nagyon korán búcsúztak ugye a tornától, tehát 2 egymás utáni VB-n azért ez a német válogatottól. Tehát szépen meg lassan... a tavalyi EB-n is nagyon rosszul szerepeltek. A tavalyi EB-n is, igen. Tovább jutottak a csoportból, és első körben igen, éppen hogy. Igen, szóval, hogy lassan már úgy megszűnik klasszikus top csapatként létezni ez a német. Jó, mi van a háttérben? Mert sorra olvasom az összes cikket, nyilván mindenki ekézi őket, mert nem az ügyekkel kellett volna foglalkozni. Ahogy ugye megbeszéltük múltkor. Ahogy megbeszéltük a múltkor. Jó, hát nektek ez a van, aki azt mondja, hogy egyébként más. Pedig... De nekem sokkal több szakmai indok van. De hát most nem akarok itt szakmázni, mert nem... Hát de szakmázzál, hogy ne szakmázzál. De én például abszolút... Hát most nem fogok belemenni. A lényeg az, hogy sok játékost én azt gondolom, hogy aki például nem volt jó formában, nem volt jó állapotban, mondjuk Müller nem szabadott volna játszatni, a Zülét nem szabadott volna játszatni jobb hátvédbe, utána berakta belső védőbe, ott is gyenge volt, tehát hibázott szerintem sokat Flick. Havertzet néha kihagyta. Havertzet is szerintem nem kellett volna kérni. Tehát hibázott az összeállításban, hibázott a sok szituációban Flick, és egyébként most szerintem ezek után le is kellett volna mondani. Pedig ő meg azt mondja, hogy ő nem akar lemondani. Ő élvezi a munkát. Azt olvasom, és akkor aki nem őrült futballrajongó is mondjuk látja ezeket a híreket, nem szerepel. Azt azért mindenki tudja, hogy a németek azért valaha jó fociztak, hogy ez azért nem annyira szerencsés, hogy ez történik velük most is. De hogy akkor majd nem az van, hogy lemondunk, meg következménye van, hanem azonnal a válságstábot fogunk majd összeírni, hogyha hazaérünk. Hát, hogy köszi, hogy és akkor majd mi? Tehát, hogy ez olyan, mintha a politikáról beszélgetnénk hát, körülbelül. Ez egy vallás hogy... ott is, hát ez sok helyen. A futball az egyik legfontosabb dolog, hát akármennyire furcsa. Pláne egy sokszoros világban a nemzet életében azért ott hogy nem ehhez vannak hozzászokva, hogy a csoport. De egyesek fejeket követelnek nyilvánvalóan, akik meg óriás szakértők vagy futballrajongók, akkor erre nincs esély? Vagy szerintetek kell ilyenkor bárkit felelősségre vonni? Hát lehet? Hogyne, hát egyértelműen a szövetségi kapitány felelősségre kell vonni. Hát, Rosszul sikerült mérkőzésnek. De ez nincs szerintem, ez egy olimpián, egy VB-n nincsen, nem? De egy szövetségkapitánynak a munkájának. Tehát most mondja sportolónak. Igen, csak azt nézzük, hogy a kluboknál, hogy hány klubcsapat, 8 klubcsapat indult el ugye az európai kupákban, és abból 7 tovább jutott tavaszra. Egy szövetségkapitánynak a kifutása mindig egy EB vagy egy VB. Ha ott megbukik és nem szerepel jól a csapat, az azt jelenti, hogy nem végezte el jól a munkáját. Szerintem ez ilyen egyszerű. Így van. És egyébként meg ugye azért, hogy hívják, mi volt ezelőtt a magyar, az a
Nemzetek Ligája, a Nemzetek Ligájában se voltak igazából, ugye... Hát azért egy videót mutatok ehhez kapcsolódóan, és nem tudom, láttátok-e, mert hogy nyilvánvalóan mindenkinek volt erről véleménye, és hát a Katari Sportcsatornának is volt hozzáfelül. Ők így búcsúztatták. A reptér, de na. Jó, hát ezt jó, hát beszéltünk már, hogy... Figyelj, jó, én mondjuk ezen nagyon szociálisan érzékeny vagyok, de én nekem... szerintem ez igazságtalan, nem? Hát szerintem is. Megérdemli? Szerintem nem. Nekem ez ízléstelen kicsit. Nekem, tehát hogy én is azt mondom, hogy ez, nekem ez, most miért kell azokat szerencsétleneket bántani, fáj az nekik eléggé amúgy is. Igen. Én meg azt mondom, hogy a focival kell foglalkozni elsősorban, és csak utána, tehát így nem jön ki jól a németeknek ez az egész sztori. Erre is gondoltam, hogy egyébként ez még lehet, hogy kvázi árt is bármilyen ügynek, ami mellé kiálltak, hiszen ezt mondhatják, hogy nem én, nem a focival foglalkoztak. Igen. Szerintem meg a focival foglalkoztak. Azért, mert föl akar venni egy szalagot a karjára. De ezt egy olyan országban, szerintem... ahol én is teljesen egyetértek, hogy fel kellene vennie, csak, vagy felvehetni. De ez pont egy olyan országban, mint Katar, tehát, hogy ahol a nők például nem hozhatnak állítólag semmilyen döntést meg a saját életükkel kapcsolatban egy férfinek a jóváhagyása nélkül. Tehát, hogy egy ilyen országról beszélünk. Hát egy ilyen kultúrában igen, de attól jó, hát még itt akkor megint visszakanyarodnánk oda, hogy akkor most a Katar, ahol nem lehet sört inni végre, csak szóba hoztuk a mai adásnál. Na, megint is, a sör. Igen, de hogy igen, hogy ez a Katar, ez mennyire volt tévedés vagy sem, de szerintem ez így, hát, körülbelül már így a VB, nem tudom, Egyharmada, igen. Szerintem most már fölösleges ezzel foglalkozni, tehát túl vagyunk már a egyharmadán. No, viszont amiről még mindenképp szeretnénk beszélni, hogy a japánok viszont egyenesen azt mondják, hogy a Doha egy csoda, tehát ők nyilván az ellenpontja az elmúlt napoknak mindebben. Szóval meglepetés volt? Azok, a japánok hihetetlenek. Ugye meg tudjuk mutatni. Beszéltünk arról, hogy milyen, amikor ugye kitakarították a... Igen, így van. És a pályán is mennyire maximalisták, és hogy milyen hihetetlen... Itt látható, igen, ez a... Ja, ez, hát igen, ez óriási vita volt, de aztán ugye... Ez mi a vita, gyerekek? Hát, hogy ez bent volt, hogy nem volt bent? Ez, hogy ez bent van. Hát bent van. Na jó, de voltak olyan képek, ugye, ami hát, azt mutatta... A szemünknek ez egy csalók a képen. Igen, mert a vetületét kell nézni a millimétert is rajta. Erről van mém is egyébként, innentől kezdve már, vagy mindjárt... Igen, mert ugye a lényeg az, hogy a vetületét kell nézni a labdának. Mert ugye végül is nem érte a, tehát nem érte a vonalat. De nem, így innen föntről kell nézni. Föntről mint kell a gólvonalnál, ott van. Is. Ez a labda például nincsen bent. Gól. Nincsen bent. Ez egy nem gól, hogyha a kapunál persze, történik. Persze, hát azért mondom, hogy... Jó, csak hát ugye meg voltak... a mémet is, ami ezzel kapcsolatban született. Hát tessék. Igen, ez a japán zászlója, igen. Most már ilyenek is vannak ezzel kapcsolatban. Ők ugye majd a horvátok ellen fognak játszani. Ott hát nekik eddig tartott a csoda. Annyira meggyőző Horvátország? Nekem nem. Én értem. Nagyon drukkolok nekik, én 4 évvel ezelőtt is nagyon drukkoltam. Igen. Közben a háttérben Argentina fordít azért, ne legyen akkora meglepetés a mai esti meccsnek. Nem, ez már hosszabbítás, hogy nézem. Hát japánok mindenre képesek, olyan mentalitásuk van hihetetlen, szóval én azt gondolom, hogy ez egy csoda számon ment, akármennyire Leel mondja, hogy a spanyolok lefeküdtek szerinte a japánoknak. Azért azt a 2 gólt be kellett rúgni, és a japánok képesek erre. Én azt gondolom, a horvátokán is van esélyük arra, hogy tovább jussanak. No, adás végére készültem nektek egy meglepetés videóval, mert készülés közben szembesültem vele, hogy Jézusom, december van, ami tudjátok, azért most már mindenhol ugye a karácsonyi hangulatnak az elővetítése, és szembe jött velem egy hír, és mondtam, hogy ezt mindenképp szeretném megosztani veletek, hogy ha nem láttátok, akkor tessék, azért valami köze van a focihoz, találtam hozzá kapcsolódást. Én ezt láttam. Viktor, jó süttyomba fölvett. You were struggling with that high note, weren't you? Oh. Wow.
szól, ez annyira helyes szerintem, hogy egy nagy, kemény focista, akit mindenkit ismer, is tud otthon egy cuki fiú lenni, aki egyébként dudolgatja a karácsonyi dalokat. Szoktatok karácsonyi dalokat dudolgatni? Igen, te is szoktál. Nekem a másik nagy George Michael a Vem, úgyhogy én... Na, vagy kicsit énekelsz? Kicsit? Majd elkezded, akkor igen, folytatom. Last Christmas. Igen, hát igen, aranyos. Szeretném itt, hogyha utolsó adásra mondjuk küldenétek be ilyen home videókat, jó? Ez lehet, hogy belefér, és akkor visszacsatolunk nagyon gyönyörű keretes szerkezetben a bizarr fotó-videó kategóriában, nem? Jó, hát az bizarr lenne. Persze. Mindenképpen. De, na, küldünk majd, nem, Vili? Küldünk, persze. De azért ez így helyes volt. Egy duettet küldjetek. Azt nem ígérem. Sőt, tessék, én megígérem, jó? Hogy csináltatok velük egy duettet valamilyen formában. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. Köszönjük a nézőknek pedig a figyelmet. Köszönjük szépen, legközelebb egy hét múlva hétvégén fogunk találkozni. Viszontlátásra. Hogy teljes legyen a kép, a Hisense televízióit használtuk. A pályán kívüli férfi stílus támogatója a Bono.